Gondolkodtatok már azon, mi történne veletek, ha egy pillanatra is kilépnétek az űrbe védőruha nélkül? Nos, a valóság sokkal gyorsabb és brutálisabb, mint amit a hollywoodi filmek ábrázolnak. Készüljetek, mert most eloszlatunk néhány mítoszt, és bemutatjuk a kemény tényeket. Azonnal, amint a vákummal találkozol, a testedben lévő folyadékok elkezdenek gázzá alakulni. Ez az úgynevezett epibolizmus, vagyis a testfolyadékok forrása. Ne gondoljatok lassan bugyborékoló vízre, sokkal inkább egy hirtelen fellépő agresszív forráshoz hasonlít. A nyomáskülönbség miatt a tested, különösen a puha szöveteid, mint a bőröd és a nyálkahártyád azonnal megduzzadnak. Kétszeresére is nőtt az eredeti méretedhez képest, de a bőröd elég rugalmas ahhoz, hogy ne repedjen szét. Ezt a jelenséget az űrhajósoknál végzett korai kísérletek is alátámasztották, ahol balesetből vákumnak kitett emberek is túlélték a duzzanatot, bár rendkívül kellemetlen élmény volt. Itt a gyors és néma halál, a légzés és az oxigén hiány. Az űr egy hatalmas vákum, ahol nincs oxigén. A tüdődben lévő levegő azonnal kiáramlik a szádon és orrodon keresztül. Ne próbálj meg levegőt visszatartani, mert ha megtennéd, a tüdőd szövetei rendkívül súlyosan károsodnának. Valószínűleg azonnal szét is repednének a belső és külső nyomáskülönbség miatt. Körülbelül 15 másodperced lenne, mielőtt az agyad oxigénhiány miatt kikapcsolna. Az eszméletvesztés nagyon gyorsan bekövetkezik. A szíved még percekig verne, de az agyad már nem működne. A hosszabb távú fenyegetések. A fagyás és a sugárzás. Ellentétben a közhiedelemmel nem fagysz meg azonnal. Mivel a vákumban nincs levegő, ami elvezetné a hőt, a hőveszteség itt elsősorban sugárzással történik, ami viszonylag lassú folyamat. Valójában órákig tartan, amire halálra fagynál. Azonban az űrben lévő extrém hideg, ami mínusz 270 Celsius fok is lehet, lassan, de biztosan kikezdeni a testedet. A másik komoly veszély a sugárzás. A Föld légköre és mágneses mezője véd minket a napból és a mély űrből érkező halálos sugárzástól. Az űrben védtelen lennél a kozmikus sugárzással, a napszéllel és a gamma sugarakkal szemben. Ezek a sugárzások azonnal károsítanák a DNS-edet és a sejtjeidet. Hosszú távol súlyos betegségeket, például rákot okozna. Persze, ha túlélnéd az első perceket, akkor lenne csak probléma ez a dolog. Pontosan ezeket a halálos veszélyeket hárítják el az űrhajósok védőruhái. Fenntartja a megfelelő nyomást. Megakadályozza a test folyadékok forrását és a duzzanatot. Biztosítja az oxigént és folyamatosan friss levegővel lát el. Szabályozza a hőmérsékletet. Véd az extrém hidegtől és melegtől egyaránt. Véd a sugárzástól és a mikrometeoritoktól. Egyfajta páncélként funkcionál. Tehát összefoglalva, a szabad űrbe kerülés védőruha nélkül nem egy hosszú, szenvedésekkel teli halál, inkább egy gyors eseménysorozat, amely másodpercek alatt véget ér. Először a testfolyadékok felfornak és megduzzadsz. Majd másodpercek alatt eszméletedet veszted az oxigén hiány miatt, a fagyás és a sugárzás már csak hosszabb távú problémák lennének, de addigra már nem élnél. Reméljük, most már jobban értékeled a mérnökök elképesztő munkáját és az űrhajósok ruháját, ami lehetővé teszi számunkra, hogy felfedezzük a csodálatos világűrt.